Nem tapasztaltak üzemanyag hiányt az elmúlt napokban a városban és a környékén a megkérdezett kanizsaiak. Több hírportálon olvasható, hogy a következő időszakban érdemes felkészülniük a közlekedőknek arra, hogy nem mindig és nem minden kúton kapható az összes üzemanyag típus. A szakemberek azt tanácsolják, hogy hosszabb útra, aki teheti, teletankkal induljon el. Az ország más területein is gyakran megfordul Loncsár Levente, és néhány helyen járt már úgy, hogy nem kapott üzemanyagot. A biztonság kedvéért a korábbi 10 liter helyett mostanában 20-30 liter tankol egyszerre az autójába. Nagykanizsán üzemanyaghiányt nem, de hosszú várakozási időt rendszeresen tapasztal. Most mindenki megy nyaralni, mindenki többet tankol, már sorok vannak a kutakon, eddig nem tapasztaltuk nagyon legalábbis itt erre környéken. Hogy ilyen hosszú sorok vannak, de a négy-öt autó mindig van az ember előtt, az biztos. És nem azért, mert be kell minden forgalmit, megmutatni, hogy most az a több idő telik, hanem nem tudom. Ott van mindenki a kis kannába, nem tudom, hogy mit, miért van ez. <laughs> Egy másik Kanizsaitól megtudtuk, hogy inkább kis motorral és a hajnali órákban járt tankolni, így biztosan eljut a munkahelyére. Egy -e kis motorral tankolok, úgyhogy nekem 5 liter benzin elég 5 napig, úgyhogy eljárni dolgozni hogy annyit meg lehet venni. Mondjuk az autósoknak azoknak azért nehezebb lehet. Ahogy azt a Független Benzinkutak Szövetsége néhány nappal ezelőtt kihirdette, a hozzájuk tartozó töltőállomások augusztus 19-én és 20-án üzemszünetet tartanak. A nagyobb benzinkutak nyitva lesznek, de nem biztos, hogy minden fogyasztót ki tudnak szolgálni.